Sziasztok, itt a Hamis Gulyás következő része, a vendégem egy rock legenda, Schuster Loránd, köszöntelek itt a stúdiómban. Erőt, egészséget! Most egy ilyen felvétellel fogunk kezdeni, hát aminek egy nagyon ismerős, mert hát ti adtátok ki. Igen. És csak hallgassunk egy kicsit bele. Amikor én meghallgattam ezt a felvételt, de biztos vagyok benne, hogy bárki, aki meghallgatja, aki szereti a rockzenét és meghallgatja, akkor azért megértettem, hogy az Erdős Péterék miért ijedtek meg a P-mobiltól és a P-mobil népszerűségétől, illetve attól, amit ti közvetítettetek. Ti mit éreztetek ebből egyáltalán, hogy emlékszel erre a koncertre? Az erőt éreztük. És az erdőségnél meg zavar támadt az erőben. Úgyhogy... Amikor először bemutattuk a Budai Ifjúsági Parkban a honfoglászvittet, akkor a közönség annak ellenére, hogy senki nem kérte őket erre, letérdeltek és úgy hallgatták. Na hát akkor ott szerintem ott megállt a dolog, mert ugye a Ifjúsági Park stúdiójában a Szalevári Sanyi bácsinak az egyik feladata, munkaköri leírása az volt, hogy minden koncertet rögzítettek, és a számok közötti összekötő szövegeket is, mert ez nagyon fontos volt. Úgyhogy gondolom, hogy eljutott egy csomó helyre, de... Hát az állambiztonság meg az erdőség végül is mindenre figyeltek, és őket nyilván külön érdekelte az, hogy a számok között mit mondtok esetleg. Hát nézd, figyelj, de az állambiztonságnak arra volt energiája, hogy... Például a Fővárosi Művelődési Házban játszottunk, és utasították az ott lévő emberüket. Következésképpen volt egy emberük ott az állambiztonsági, és utasították az ürgét, hogy mikrofonozza be az öltözőt, hogy mi miről vartyogunk a buli előtt, meg a szünetben, meg a buli végén. És hát természetesen jöttek a különböző jelentések. Például Vikidár Gyula az egyik jelentésében megvan az összes, egyébként a Best of Vikidár megvan. Azt mondta, hogy Göring birodalmi légimarsalról kívánok könyvet írni. Aztán egy 3-4 jelentéssel később kiderült, hogy nem. De hát azért ilyenkor bevezették az ember ellen azonnali ellenőrzést. Mondjuk lehallgatni nem tudtak, mert nem volt telefonunk a nagymuternál, úgyhogy... De azért ahol lehetett, mindenhol figyeltek, mindenhol ott voltak, jelentéseket írtak, és ami a leglényegesebb volt az egyik jelentésben, talán a Gyulának, lehet, hogy ez most az ő, igen, hogy a tartó tisztje azt írta, hogy a fölöttes mindegy, a lényeg a szövegen van, hogy a P-Mobil együttes és a közönsége ellenséges a fennálló rendszerrel szemben. És ez így volt. De hát ez akkor egyébként egy nagyon komoly dolognak számított. Te érezted azt, hogy
ezután a jelentések után jobban megfigyeltek, vagy máshogy nyúltak hozzátok? Mit lehetett akkor érezni? Ugye azért ez egy összetett dolog, mert azt is lehet tudni, hogy ugye volt ez a nagy, egyik nagy felállásotok, ahol ugye Viki Dál Gyula volt az énekes, és ugye a fiatok már nem igen tudják, de hogy a hanglemez gyár, meg itt ez a ilyen zenei diktatúra, azzal is szívesen játszadozott, hogy így kiemelt különböző embereket különböző bandákból, beemelt embereket bandákba, hogyha akart, mint mondjuk Radics Béláékhoz a Taurusba. Az Oránt, mondjuk nem ott volt... Ott voltam a bemutatkozó. Nem volt túl nagy sikere. Halálfélelme volt, vagy lehetett. A nem. Béla nem szól mellette valamit, hogy akkor Csepelen a munkásban, ahol a buli hát volt. Hát az Orán, hogy akkor hova keveredtem, gondolt a szegény jugoszláv partizánnak a fia. Ja. Szóval azért veletek is, ugye a Viki Dál Gyulát tulajdonképpen kiemelték, hogy történt ez, ugye ő elment a P-mobilból, közben többször előtte beszervezték, hogy történt? Többször is elment. Azért most nem ragadnék le a P-mobilnál, mert akkor úgy nézze ki, hogy mint csak minket akadályoztak meg. A Török Ádámnak 10 évig ugyanúgy nem volt lemezem, mint ahogy nekünk se. Mert az Erdős Péter azt mondta, hogy hippi vezér. De mondok mást, a Fenyő Miki, aki aztán a rockabillyn nem lépett túl sohasem a nyeles fésű a farzsebben világban. Igen, látszólag őt azért nem volt egy veszélye zenei. Semmi, minden szempontból rendben volt. Gyakorlatilag nem engedte publikálni, holott az Omega mellett ő és a különböző formációk, amiket ő elindította, azok adták el a legtöbbet Magyarországon. De mondhatnám neked a Kati és a Kerekperecet is, ahonnan kivettek 2 embert, kivették az Ádámot, a gitárost, meg kivették a dobost, és innentől kezdve a Kati és a Kerekperec mehetett külföldre vendéglátozni, a Neoton meg 2 zenésszel jobb lett. Tehát gyakorlatilag durván beleavatkoztak a zenekarok életében. Na most... Mit szólsz ehhez képest, ahhoz egy csomóan nosztalgiáznak, ugye, hogy vagy, ha már úgyis Neotonoztunk, ugye a Neotonnak az énekesnő, de azt hiszem egész együttes most kapott, vagy csak az énekesnő most kapott egy komoly állami kitüntetést. Hát azért egyébként sokakat felháborodott, konzervatív jobb oldalon is, ugyanis hát azért mégiscsak Erdős Péternek a szeretőjéről beszélünk, aki végül is azért lett akkora sztár, amekkora, mert hogy Erdős Péter szeretője volt. Belém lett volna szerelmes, akkor jobban állnék. De egyébként mit szóltál ehhez? Már mi az? Hát, hogy mondjuk kitüntetés kap. Hát a kitüntetéseket adják. Hát most azt mondják, kapsz egy kitüntetést, akkor mit csinálsz? Hát elfogadja elveszed. Az ember. A pénzt is adnak hozzá, akkor még inkább, de... Szóval ti ezeket tudtátok egyébként belülről, hogy ki kivel van, és hogy hát nyilván pontosan átláttátok, hogy kinek, hogy megy a szekér, ja, hát azt igen, kiáll. De hogy milyen belügyi, hát most... Nem a belügyes dolgokra, hanem azokra a kapcsolatokra. Mondjuk a sejteni lehetett, hogy figyelnek mindenkit, mert azért az ember látta, hogy mi van, meg hát itt ott volt például a Gerdecsics Feri, aki a Fermnek volt az énekese, később opera énekes. Hát az is mindig mesélt nekem különböző vicceket, és állandóan nézte, hogy most akkor én mit mondok rá, tudod? Csak az ember ezeket úgy... De ezt nem értik, hogy a fiatalok, hogy minden oda kellett figyelni, nem? Hogy ritka pillanatban lehetett az ember igazából hát, felszabadult, vagy idő után már nem törődtetek vele? Nem kellett neked kitalálni dolgokat, ha más nem, akkor hazudtak valamit. Tehát ez a Göringes történet is, hát semmi köze nem volt semmihez. És utána meg ugye ki tudja, hogy ki találta ki? Az is lehet egyébként, hogy a tartótiszt, vagy valaki, ugye valakinek bizonyítani akart, az a piramis. Hát, nézd, figyelj, de különböző dolgok voltak. A 6-os karton az egy lényeges dolog, és titkos lakáson tartótiszttel neve van, és a többi a Viki Dál Gyula. Ezek a titkos lakások, csak a hallgatóknak, a nézőknek mondom, hogy ezek ilyen állambiztonsági titkos lakások, K-lakások, ahol tulajdonképpen ezek a találkozók lezajlottak. Ezekre egyébként ilyen, tehát egy lakóházba kell elképzelni, az egyik lakás tulajdonképpen az állambiztonságára tartozott, volt valami fedőtörténete, tehát valakinek a nevén volt, az néha meg is jelent, és vigyáztak rá, hogy minél kevésbé bukjanak le. És akkor ott például a Viki Dál azt mondta, hogy ő nem is tudott arról, hogy ő ügynök volt, aztán előkerült 4 olyan jelentés, amit a saját kezűleg írt, vagy diktáltak neki, mindegy saját kezűleg aláírta dalosként. Szóval azért ezt elég nehéz elhinni, hogy... Nekem mi volt elsősorban a problémát, hogy lehet mondani, hogy jelentett rólatok, vagy az, hogy nem kért utána elnézést?
Egyáltalán egy elnézéssel, bocsánatkéréssel ezen azért lehet tompítani valamit? Lehet, hát én azt többször elmondtam, hogyha megjelenik egy akó pálinkával, meg egy lavor pörköltel, a megesszük, megisszuk, és el van intézve, hogyha elmondja, de nem így történt. Hosszú évekkel később írt nekem egy levelet, amit nem tettem közé, mert magánlevel volt, amiben magyarázkodott, de nyilvánosan soha nem tettem meg, hogy bocsánatot kért volna. Akkor végül is egy gesztust azért tett, hogy legalább egy magánlevelet írt. Hát a teljes tagadásnál, ugye, mert ez is jobban tekintettő. Hát nem, ez az egyik legaljasabb dolog. Hát valakiről elterjesztek valamit, majd utána bocsánatot kérek tőlem, miközben telekürtölem az egész országot. És végül is nyilvánosan nem vállalja fel. Hát ezt nyilvánosan kellett volna, hogy igen, mert megdugtam azt a csajt, vagy verekedtem, vagy mit tudom én. Nem is nagyon tudjuk, hogy mi történhetett, az biztos, hogy nem jó kedvéből írt alá. Valamit. De egyébként az ő kartonján az áll, hogy hazafias meggyőződésből, ami nem jelent semmit, mert tudjuk, hogy semmit, ezeket gyakorlatilag odaírták majd mindenkihez. De hát a Gyuláról tudni kell, hogy azért ifjúgárdista volt, meg mit tudom, és szóval gyakorlatilag minden baromságban benne volt. Azt nem tudom, hogy ő hitte ebben a dologban, de hát most szóval volt egy kedvenc beszélgetésem, a Bayer Zsolla beszélgetett egyszer a tévében Trianonról. És mi volt benne, amit téged megfogott? Hát a Gyula, hát... Mert hogy neked egyébként fontos témát Trianon meg nekünk, hál' Istennek azért azt látom, hogy erre többeknek. De nem az, de hát ezzel Gyulával beszélgetni Trianonról, hát olyan neki, mint lónak a mozi egy. Hát, szóval egy kicsit térjünk át egy jelentésre, vagy hát nem is egy jelentésre, hanem ez inkább egy cikkrészletet fogok felolvasni. Készültél? Én abszolút készültem, a honfoglalás azért nagyon-nagyon sok biztosítékot kivert, és egy kicsit szeretnék is rá visszatérni. A rendszer már régen, egyébként ezt föl fogod ismerni, hogy kitől van, ezt csak a nézőknek mondom. A rendszer már régen megjelölte a saját gyermekeit, és ha ki akart mondatni valamit, akkor velük mondatta ki, és nem másokkal, például nem a P-mobillal. Nagyon jellemző, hogy a honfoglalás csak az István a király után kerülhetett lemezre, noha jóval előbb készült. És először szeretnék egy kicsit beszélgetni veled, ez mert azért... Ez benne volt az egyik könyvedben is. Mert hogy azért ez nekem szöket ütött a fejembe, és... Na, mi? Ugye pont, hát erről beszélgettem tegnap egy riporter kollégámmal, hogy tulajdonképpen azt azért pontosan tudjuk, hogy az acélék mindent kitaláltak, tehát ott nem nagyon jelentett meg úgy valami, ami mögött nem volt valami ötlet, valami terv. És azért sokaknak gyanús az, hogy itt a honfoglalás, ugye Roxfit óriási siker lett. Erdőség később bevallotta, megijedtek tőle. Ugye nem engedték, hogy ez megjelenjen nagy lemezen, majd pár évvel később kijött az István a király. Hogy látod, ez talán a hatalom válasza is lehetett a honfoglalásra? Vagy ez erős megfogalmazás? Hát kezdjük azzal, hogy a honfoglalás az 7 évvel korábban készült, mint az István a király. Azt kell tudni róla, hogy a honfoglalás kezdő 4 sorát azt én álmodtam meg, és utána a Földes Lacit kértem meg, mert én állandóan a zenekari ügyeket intéztem, bulikat szerveztem, hogy etetni tudjam a bandát, és hát írt mindenfélét, semmi nem tetszett. Egyszerűen nem az ő világa volt, és akkor utána megjelent a Mondák könyvével, és abból készült el végül is a honfoglalás szövege. Tehát a Szépmező szárnya és a többiek, ezek mind létező mondákból származnak ezek, tehát ez nem az ő találmánya. Jó, mert van egy ilyen vita egyébként, ez is egy későbbi kérdésem lett volna, hogy Hobó, ugye, hogy nem lehet tudni, hogy ki írta a szöveget, ő azt mondta, hogy ő írta a szöveget, és akkor ezen volt egy vita, hát, akkor ennek tulajdonképpen ez a háttere. Ez a háttere. Hivatalosan egyébként ez a dolog akkor készült, amikor a Földes Laci, azt kérlek szépen, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat Komoly Zenei Klubjának a vezetője volt, két titkárnővel. Az egyiket, és ez most csak azért mondom, hogy milyen a memóriám, hogy úgy hívtak, hogy dr. Ruhamutali Abdul Raufné, ez volt a titkárnője. És...
Ennek nem sok nyoma van egyébként, mert ugye ezt tőled olvastam, nálad olvastam, és kerestél meg a régi újságcikkekbe, vagy bárhol, és semmi nyoma nem. Titkolja, mert ő abban az időben írt ilyeneket, hogy akkor a Vörösmarty téri lemezgyári kirakatot be kellene dobni egy téglával, és a többi. Tehát azért ez érdekes, nem? Hát ez a tipikus bolsevik. De hogy ez biztos akkor, hogy ott dolgozott, ez hát, ott mert emlékszel. Ott ültem én is az irodában, mert ott ingyen tudtam telefonálni. Na mindegy, elkészült a honfoglalás, én soronként vettem át, jó lett, semmi bajom nincsen vele, tehát, és kezdetektől fogva, tehát az első publikálástól kezdve a szerzőség az úgy van, hogy Schuster Lórend ötletéből eredeti forrásmunkák felhasználásával írta Földes László. A jogdíjat ő kapja egyes egyedül. Na ez a történet. Na most ez azért érdekes, mert most nem akarok ebbe belemenni, mert ez a végén nagyon, tényleg így félrevisszük, meg nem csak erre akarok koncentrálni, csak tőle meg pont azt olvast meg korábbi cikkbe, hogy ő semmilyen jogdíjat nem kapott. Hát, és ezen meglepődsz. Hát nekem komoly gyűjteményem van, most megnyitottam, én se akarok ebbe belemenni, Földes László nyilvános dossziét megnyitottam, mert 30 éven keresztül szemétkedett, és szemétkedik jelenleg is. A legutolsó könyvében, az úton lenni a legjobb című kötetében 4 teljes oldal szánt a P-Mobilnak, meg nekem Schuster Eye címmel. Úgyhogy nem nyugszik egyébként, de én meg mindent elteszek, ő sajnos nem mindenre emlékszik, és ez nagy baj egyébként. Na mindegy, a lényeg az, hogy elkészült. Nagyon nagy hatása volt, tehát ahogy meséltem neked, igen, bemutattuk. És gyakorlatilag rögzítettük, ez lett volna az első lemezünk egyik oldala, a honfoglalás szvit, amit a rádió felvett. Természetesen a lemezjára eldugta a felvételt, egy évig nem találták, mindegy. És akkor a Földes fölvitte, Konzsuzsa volt férjehez, aki a Kádár... Boldizsár Miklóshoz. Boldizsár Mikihez, aki a Boldizsár Ivánnak, Kádár szövegírójának a fia volt. Boldizsár Iván vezette az Országos Béketanácsot, ez a... Hát a Konzsuzsa is szambázott. Egyik propaganda szervezete volt ugye a Kádár diktatúrának, igazából ez arról szólt ez az Országos Béketanács, hogy így ugye ezt a békét propagálták, már készült összeomlani a Szovjetunió meg a Magyar Népköztársaság vele együtt, és hitten nagyon fontos lett megint a világbéke, és akkor már ezt propagálták, hogy itt mindenkit befogadnak, az úgynevezett polgári elemeket is, akiket mi azért inkább társutasoknak hívunk. És ugye ezt vezette a Boldizsár Iván, az ő fia volt, Boldizsár Miklós, és az ő felsége. És tanulmányozták a honfoglászvittet, hogy mi van és hogyan működik, és van még egy mandiner a dologban, hogy a Koltai Gábor rendező azért választott a Gyulát, mert a Gyula akkoriban egyrészt nagyon jó énekelt, akkoriban befért volna a világ bármelyik rockzenekarába, most egyikbe se. Nagyon jól énekelt. De hibátlan volt, és azt találta ki, hogy legyen ő a koppány, és azt találta ki, hogy legyek én az István. Fölmentem a Szörényi Leventéhez, kinyitott egy üveg Rajnai Rieslinget, és beszélgettünk az egész dologról. Én mutogatta a témákat, meg minden, és mondtam, hogy hát, hogyha olyan témák lennének, mint egy Motorhead, vagy valami, azt szokott mondom, bármikor el tudom károgni, de hát ezt sajnos nem tudom vállalni, megittük a Rieslinget, és békével, barátsággal elváltunk. De azt hiszem, hogy jó, hogy így alakult, mert az a Pipogya mama kedvenc, amiből Istvánt királyt csináltak, hát az ugyanabból az alomból származott, mint a Koppány, és hát, szóval nem teljes félrevezetés. Egyébként azért meg az, hogy jegyezzük meg, hogy amúgy önmagában zeneileg, szövegileg, szerintem egyébként a csúcs teljesítmény, okay, Szörényinek, meg a Brodynak is, de az csak üzenetet egyébként érdemes megnézni, mert tényleg István a király, tényleg nem egy államalapítónak tűnik, hanem egy ilyen folyamatosan nyavajgó hát kisfiúnak. Hát a szegény színész, aki játszott, ezt össze-vissza manipulálják. Rátették a koronát, levették, megfordították. Innen manipulálják, onnan manipulálják, az anyja, a felesége. Hát az István egy nagyon erős egyéniség volt, tehát most, na mindegy, jó, nem menjünk bele. És egyébként érzel, de abban viszont belemehetünk, ebbe érzel valamiféle tudatos politikai manipulációt, mert ugye, ha valamiben egyébként a kommunisták nagyon erősek voltak, egyébként a Brodyék is, ugye ez a kettős beszéd, ez az üzengetés, ez a nem úgy kimondva, tehát hogy érzel ebben egy ilyen üzenetet, hogy na nesztek, csinálhattunk egy rock musicalt István a királyból, de egy ilyen István a királyt kaptatok. Tehát, hogy lehetett ebbe tudatosság?
Persze, hát nem csak tudatosság volt benne, hanem én benne voltam a rendezvény hangosításában, világításában is a Királydombon, és a Koltai, miután így nem lehettem, István király adott egy darab premier plánt, én lettem az lázadók vezére, és ez legalább egy önazonos szerep. Ezzel be is értem egyébként, és ott javasoltam, hogy a próbákon ott a külön VIP páholyban ott ültek a különböző vezetők, pártvezetők, püspökök, nem, kémek, mit tudom, szóval ott ültek. Hát minden... sajnos néha kettő együtt és, járt, és, is kéne, hogy azért és, ugye és mindenki beleszólt valamilyen szinten, legyen a háttérben piros, fehér, zöld, kerítés, és ment gyakorlatilag a Koltainak lavíroznia kellett folyamatosan, szóval nem volt egyszerű a dolga, de aztán végül is összerakták, és a többi, és hát nagyon nagy siker lett, de mondom, az üzenet, az számomra értékelhetetlen, ismerve a történelmi körülményeket, ami ezzel kapcsolatos. Eszembe jut egyébként valami, ugye a honfoglalás egy rockszvit, és volt még itt azért egy zseniális rockszvit, a Széttört álmok a Sziriusztól, és ugye jellemző erre a Kádár rendszer acélre, inkább ez az acélrendszer, ez a kettősség, mert amikor mondjuk én arról írtam cikket, hogy a Széttört álmok az nem jelenhetett meg albumként, akkor rögtön jött a válasz, hogy de hát megjelent ott a Széttört álmok. Mert egyébként valóban megjelent a Sirius-tól egy Széttört álmok című album, de az nem az a Sirius volt, abban már nem volt benne Orszászki Jackie és a többi zseni, hanem az egy ilyen tingli-tangli poposított album volt persze. Tulajdonképpen ugyanazon a néven. Persze. És persze. Tulajdonképpen a honfoglalással kapcsolatban ugyanaz az érdekes, hogyha te azt mondnád, hogy a honfoglalás nem jelentett meg, akkor megint megjelenek, hogy hát mi? Hát de megjelent. Csak ugye nem mindegy, hogy mikor. Mert hogy közben eltelt egy pár év. De az is már Király után jelent meg a honfoglalás, nem? Persze. A lényeg ebbe is, hogy a honfoglalás ugye el lehet mondani, hogy megjelent. De hát mikor jelent meg? Nem a maga idejében, amikor hatalmas nagy siker volt és megijedtek tőle, hanem már az is van a Király után. Persze, és mondom, gyakorlatilag levették, hogy mi van, mit, hogyan és a többi. Mondom, nem a darabbal és a megvalósítással, meg egyáltalán ezzel van a bajom, hanem mit sugall az embereknek és milyen. És hát természetesen ezt olyan sztanióban csomagolva, amit lehet hazaszeretetnek hívni, és a többinek egy csomó dolognak, tehát belecsomagolva, de hát a szaloncukor helyett kockacukor van benne. Térjük egy kicsit vissza a Kondzsuzsához. Most egy kicsit úgy is kanyargunk itt a honfoglalásról, ha már ugye végül is itt a Boldizsár Miklóshoz lett fölvíve. Ugye te nyilatkoztad korábban ezt, hogy az após a Kádár szövegírója volt. Egy technikus egyszer azzal poénkodott, hogy Kondzsuzsának két mikrofont kell felrakni, mert mint mondta, a hang helyett csak meleg levegő jön belőle. Életemben egyszer találkoztam el akkor is csak futólag, és az üzenném neki, ahogy az összes többinek is, aki az előző rendszer kedvezményegyetje volt, hogy legalább most fogják be a szájukat. Nekem ugye ez nem csak nekem, nagyon sokunknak tetszett ez a szöveged. Mert ugye ez a lényeg, nem? Hogy az egy dolog, hogy akkor ők voltak a kedvezményezettek. Igen, igen. De legalább utólag nem ásítsák. Hát most ez a Földes Lászlóra is vonatkozik. Most láttam éppen egy beszélgetést vele a tévében. Szóval és belenyúltam az archívumba, és hát azért előkerültek, amikor Demokratikus Kárta rendezvényen domborított, és a többi. Tehát van egy pár flikfak a történetben. Én nem véletlen írtam azt, hogy It's a long way to the top az AC/DC után, tehát hosszú az út a csúcsig. A Demokratikus Kárta ugye az ilyen tüntetés sorozat volt, meg felvonulás sorozat, hát amit az SZDSZ meg az MSZP szervezett, azért tulajdonképpen, hogy megbuktassák az MDF kormányt, ez volt a célja. Egy civil, fiatalabbaknak mondom, hogy nem mindenki tudja, civil kezdeményezésnek átszázták, és gyakorlatilag fölvonult itt a posztkommunista értelmiség és hát művészvilág színe java, és gyakorlatilag az aláírásukkal és a jelenlétükkel erősítették, hogy Magyarországon óriási fasiszta veszély van, ami természetesen a kormányváltás után azonnal eltűnt, mint ahogy most, ha esetleg ugye megtörténik a kormányváltás, azonnal megszűnne a korrupció Magyarországon a külföldi civil szervezetek szerint, zárójel bezárva, és ugye ezen egyébként én is rákerestem, valóban ott volt a hobó többször föllépni. Hát karonfogva ment, de melléd ülesztve a Konrád Györggyel. És érdekes, mert utólag azt mondta, hogy ő azonnal ugye ott hagyta őket, amiután rájött, hogy ez a politika áll mögötte. Én vagyok a riporter, aki ugye mondjuk itt most, mint védőügyvédként,
Nyilván bármit elképzel az ember, egyébként el tudod képzelni, hogy valaki 92-ben nem tudta, hogy ez szintiszta politika. Nem, ez szintiszta hazugság. Vagyis én el tudom képzelni sok mindenről, de viszont olyan emberről, aki nagyon tájékozottnak tűnik, meg értelmesen és világlátó. Vagy onnan, mutatja magát, igen. Igen. Hogy te ezt el tudod hinni? Nem, én még szeretném elhinni, mert... Nem, mert nekem sok anyagom van még, úgyhogy sok anyagom, és előbb-utóbb ezek mind előjönnek. Hát ebben is, ebben a könyvben, a Kiklőttek a Kossuth téren 56-ban, ebben is kéri Edit, azt mondja, hogy amit megjelent az anyag, meg valami tüntetés, vagy valami, akkor a Földes Laci fölhívta, és elküldte az anyjába az idős művésznőt, aki föl is vette Magnóra. Mert beleírta az édesapját? Az idősebb Földes Lászlót? Hát persze. Ugye majd Földes Lászlónak az apja a Kádár diktatúra egy nagyon fontos kádere volt. Hát esetleg, hogy én igaz, ilyen 56 utáni megtorló személyiség. Meglövető, de nem is, figyelj ide, valami tisztázó. De hát ott volt közöttük egy lázadás azért, hát, meg egy törés. Volt lázadás, hát verték. Hát kit nem vertek? Hát engem is elvert a fotóm, sőt, volt egy alkalom, amikor össze is verekedtünk. Na de ez főleg akkor a 60-as években, ez egy komoly váltás volt az előző, amíg a Horthy rendszerben fölnőttek, és a mi generáción között, tehát gyakorlatilag ez nem lehet ok. Kettő. Ha valaki azt gondolja, hogy bárki is felelősségre vonná az édesapja miatt, erről szó sincs. Hát nyilván. Tehát nem tett arról, hogy az apja ezt csinálta, azt csinálta, amazt csinálta. De hogy ennek kapcsán mit nyilatkozik, arról ezt már értem. Tehet. Mert mindig elkezdik, de hát ő, az édesapja volt, na most azt, hogy karonfogva sétálnak Újpesten, na és hogyha ez, persze, az apja volt. Persze. Na de ez nem zárja ki azt, hogy valójában mellette állt, nem állt mellette, egyetértette azzal és a többi. Nekem az a bajom vele, és sok mindenki mással, hogy nem egyszer fordulnak meg, az angolnak van egy ez a köpönyek forgató, az a turncoat. Tehát nem egyszer váltanak köpönyeget, hanem folyamatosan. Én kezdettől fogva, amióta tudom az eszemet, azóta én ugyanazt mondom, ugyanazt képviselem, én nem változtatok a véleményemen. Ez dokumentálható. Most térjünk kicsit vissza a múltba, hogy ti tudtátok annak idején, hogy nyilván azért, hát ismerem annyira mondjuk a filmes világot, vagy a sajtót, hogy itt majdnem mindenki mindent tud egymásról, nagyon sokan szeretnek pletykálkodni, és olyan infókhoz is hozzájött az ember, amivel esetleg nem is szeretne hozzájutni. Nyilván zenészek is sok mindent tudtak, hogy ti tudtátok akkor a koncékról, hogy országos béketanácsban vannak, hogy a Brodyék a Kiss KB gyűlésein, békemeneteken zenélgetnek. Ezt így mondogatták akkor a zenészek? Vagy így nevetgéltetek ezen? Vagy hogy kezdtek? Hát figyelj, de a következő. A hatalom az mindig megpróbált mindent. Egy jellemző történet. Akkor alakítottuk meg a Szellemi Szabad Foglalkozású Zenészek Szakszervezetét, amikor Lengyelországban dühöngött a Szolidárnos, a Szolidaritás Szakszervezet. És akkor történetesen kiderült, hogy mi a zenészek, a kardnyelők, a táncosok és egy csomó ilyen cirkuszosok, meg ilyen ember van, vagy volt, akiknek nem volt társadalombiztosítása, az utcán elvihetett a rendőr, mert akkor még működött a közveszélyes munkakerülés, nem sorolom. Hanyatomlok elkezdték. Ugye azt se tudják a fiatalok, akkor úgy volt, hogyha valaki KMK-s volt, közveszélyes munkakerülő, egy akkor hónap... simán elvitték a rendőr, nem csak elvitték. Még lehet, hogy meg is verték. Lehet, hogy meg is verték, meg bevitték egy hónapra. Igen, tehát gyakorlatilag ez velünk is előfordult több esetben, de mindegy, a lényeg az, hogy elkezdtek kapkodni. És akkor az Zalatai Cíné, emlékszem, azt mondta, hogy látja, hogy hátul belogatták a mikrofonokat, hogy miről beszél, tanácskozunk, mi most a zenekari tagok, meg egyebek, és azt mondta, annyi tanácsot ad, hogy üvölcsetek, meg legyetek ingerültek, meg minél jobban, mert akkor annál hatásosabb a dolog. Hát így is mindenki felállt, és ment a szájtépés, és akkor azt mondták, hogy hát jó legyen, nektek is legyen papírotok, meg legyen ez, meg legyen az, és hogyha vakbeled van, akkor kiveszik benne, bemehetsz a kórházba. És nagyon érdekes volt, megjelent a Kiss KB két középvezetője, megjelent akkor az egyik alkalmat tartott összejövetelünkön, és azt kérték,
Emlékszel rájuk, melyek jellemzően ezek az emberek átmentették? Hát emlékszem rájuk, de sajnos meghaltak. Az egyik biztos. De azt kérték, hogy határolódjunk el a pánkoktól, meg ezektől az amatőröktől, és hát sajnos azt kell mondanom, hogy a szakmány nagy része az ennek eleget is tett. Ez a tatai rocktanácson történt, hát tulajdonképpen ismertem, ugye? A tatai rocktanácskodás egyébként, ha megnézed, hogy kik voltak ott, az is érdekes, egy biztos, engem nem látszott. Ezt akartam kérdezni, hogy, nem, hogy titeket nem hívtak meg? Vagy? Hát de meghívtak, de nem megyek el. Hát most miért? Mert hogy ott volt a Hobó, a Presser, a Brody. A Szabó Dezső, mit tudom mi, miniszterhelyettes baromságait. Meg egyáltalán kik ők, hogy nekem parancsolgassanak. Én nem mentem el, ezek elmentek. Jó, ők tudják, hogy miért. Mindegy. Na jó. És akkor állt fel a Brody elhatárolódni. És akkor azt mondtam ennek a két ürgének, aki megjelent, hogy engem nem érdekelnek ezek a zenekarok abban az értelemben, hogy ők gondolják. Ordibáljanak, zenéjenek. Ha szereti őket a közönség, akkor jó, ha nem szereti, akkor nem szereti, kész. Elmentek. Az érdekes most jön, hogy egy évvel később megjelent ugyanez a két ember, a delegáció, és azt kérték, hogy ezeket a zenekarokat integráljuk. Mi történt ennyi idővel? Hát mit tudom én, hát rájöttek, hogy teljes hülyeség az egész. Egyébként mondok egy lényeges... Na, hogy sokan mondják, hogy egyébként érdemes megnézni az alternatív zenekarokba is. Hát tényleg van egy-két olyan személyiség, akinek elég komoly párthátere volt. Hát figyelj, de a dologtól megmondom, hogy miért féltek, és két dolgot mesélek. Az egyik, amikor megjelent Magyarországon az első beat zenekar, egy angol banda, Stovepipe néven játszottak, és csak kis tagok nézhették meg, meg pár tagok a budapesti fellépést, vagy a fellépéseket, és aztán utána jött a Nashville Teens, tehát ők voltak, akik első nyilvános koncertet adták, több koncertet adtak Budapesten is, szabadtéri színpadokon is, a kis stadionban. Na most ott a kis stadionban volt több buli, például a Spencer Davis Group koncertjén, ami sajnos már a Winwood nélkül, vagy a... Egy zseniális banda volt. Zseniális volt, igen. Fölgyújtották a Pereces Bódiát, meg mit tudom, szóval teljes örjöngés volt, és a tömeg jött kifele, és a Tököli úton vonultak befele a keleti felé. Lovas rendőrök, kardlap, és a többi. Tehát egy nagyon kemény csata volt, a lovak fenekén eloltották a csikket, és a többi. Na most ideig ez csak egy sima balé, utálták a rendőröket, törtik be a kirakatokat. Az elnyomást nyilván. Az elnyomást nem raboltak, tehát csak betörték a kirakatokat, mondjuk az is. Mindegy, engem is letartóztattak egy autónak a csomagtartójába, vittek be fölmérni, és nem ez volt a gáz, hanem azt kiabálták a rendőröknek, lesz még 56. Jó. Ugye ez a legnagyobb traumája ennek a diktatúrának, mert ettől féltek leginkább. Na most innentől kezdve tűvé tettek mindent. Na most visszatérve még a... Én azt mondtam ennek a delegációnak, hogy határolódjon el tőlük a rosszabb, hogyha tetszik, amit csinálnak, akkor szeretni fogják őket, buliakat, és a többi, tehát egyikbe sem mentem bele. De szóval az a helyzet, hogy a kérdésednek arra részére, hogy tudtuk-e, hogy ki kicsoda. Hát tudván tudni nem. De hát valami nyilvános volt, tehát az újságban megjelentek ezek a békemenetes dolgok. De azért, amikor egy ismert magyar rockzenekarnak a gitárosával beszélgettem, akkor fővárosi képviselő voltam mi épp színekben, és a rendvédelmi bizottság helyettes vezetőjével beszélgettem, akkor szóba került az ürge, és hát mondom, szerintem tuti, hogy ez 3x3-as. Azt mondja, amíg csak az volna. És legjobb az egyébként, hogy hogyan működik a rendszer. Nem tudom, Abella Miklós neve az mond neked valamit? Republiknak volt a menedzsere élete Alkonyán. Szedték be a lóvikat, és a lényeg az, hogy most valamilyen pont a Hobó kapcsán, vagy valami kapcsán írt nekem egy csaj, aki ótvarolt, és mit tudom én, de Abellának írták New Yorkból. Mondom, az az Abella, vagy? Mondom, ismerted az Abella Miklós? Nagy nehezen bevallott, hogy igen, az apja volt.
És akkor föltettem egy papírt, ahol az Abelának a kartonja, hogy mikor, meddig volt ügynök és a többi, és főhadnagyként szerelt le. Ő ilyen esztétiszt lett akkor, vagy valami más? Rendes állományba fizetése. És erre a csaj azt írta, mit akarsz az édesapám? Hát ő komoly szakmája volt neki, kiemelhárító volt. Na, itt lefeküdtem. Mondom, igen, azért hát, ha mindig ezt mondják. A Budapest sportcsarnokban, ugyanúgy, mint a Medgyessy Péter, az is izébok. Biztos kereste a jugoszláv kémeket, titulista kémeket a Budapest sportcsarnokban. Na, mindegy, és hát rögtem, na, minden esetre a csaj tovább fröcsögött, és mond, hogy ő föltesz időd, mondom, külön megköszönöm neked, minél többen tudják. Hát ezen a legjobb, ez a feltárás. Utána leszedett mindent. Na, szóval körülbelül ilyen emberek voltak, tehát ezek mai napig élnek. Most mesélhetnénk neked egy olyan ügyet, ami most jelenleg egy ilyen előper állapotban van, de nem sokára majd előjövök vele, hogyha ez így van, és akkor az egy meglepő dolog lehet, hogy még a halálok után is okoznak károkat, vagy próbálnak kárt okozni. Mondd el, hogy mire gondolsz. Hát följelent a felesége a régen halott. Ja, úgy érted. Ember után is. Mert hogy a hatásuk hogy egyébként úgy, még tovább él. Hogy nem úgy van, meg nem úgy volt. Csak hát azért kinyílik a ládikó, és előkerülnek az iratok, és akkor ezek idegesek lesznek. Hadd idézek egy korabeli 1981-es cikkből. A tudósítónak az a szerencse jutott osztályrészül, hogy a KISZ központi bizottságának a nagyüléséről tudósíthatott. És ezt írta, táncoltak, tréfálkoztak, énekeltek Bródi Jánossal, akinek a szekció ülésen elhangzott hozzászólása szájról szájra terjedt a küldöttek között. Én magam Bori Katalintól hallottam róla, írta a szerző, Bródi János a munkáról, a KISZ fiatalok munkájáról beszélt, és így fejezte be a mondandóját. Nem Wurlitzel a Werkli, ezt szívvel kell tekerni. Szerinted ő szívvel tekerte ezt? Tehát, hogy volt, aki még 80-as évek elején ennyire hitt a KISZ KB-ban, meg ezekben a idióta békeüzenetekben? Induljunk ki abból, hogy a Bródi egy értelmiségi család, értelmes tagja. Én is abból indulok ki, mert egy egyszerű emberről nyilván elhiszi az ember. Tehát ő pontosan tudta, hogy mit kell dobni a darálóba. Úgyhogy nem hiszem, de eszembe jutott egyébként az előbb, amire gondoltam, hogy a KISZ KB első titkára, aki később központi bizottsági tag lett, azt hiszem németnek hívták, én nem tudom, egy késői beszélgetésen, mikor megkérdezték tőle, hogy mondjon egy dolgot, amit KISZ első titkárként, meg pártvezetőként biztos, hogy hibát követtek el. És akkor nagy meglepetésemre azt nyilatkozta, hogy az feltétlenül nagy hiba volt, hogy az emberek, az akkori gyerekek zene felé fordulását nem támogatták, hanem ott gyilkolták le, ahol lehetett. Azért ez egy elég komoly beismerés. Hát ez valami, mivel az elég ritka nálunk. Mit szóltatok egyébként ahhoz, amikor ugyanez a társaság, akiket láttatok, hogy ott a párt közelébe vannak, pártfenekét nyalják, hogy 90 után óriási demokraták lettek hirtelen, és akkor felvonultak ugye ezeken a demokratikus csátolt koncertek, zenéltek, és hogy ugyanazok gyakorlatilag nagy részt, akik előtte egyébként a diktatúra kedvezményezettjei voltak. Ebben ez mit szóltatok? Én semmit, mert én már semmi nem lepődöm meg. Ennek ebben semmi is nem volt meglepő, mert... Hát most figyelj ide, ez a... Mégis megnézted, hogy ugyanezt történik a politika szintjén, ezért annyira nyilván nem volt meglepő. Elmondom neked akkor, hogy mi az én véleményem. Képzeld el azt a helyzetet, hogy Kína lerohanja Magyarországot, és kínai uralom alá kerülünk. Van Magyarországon egy réteg, aki másnapra már besárgul, elmennek és megcsináltatják a szemüket a plasztikai sebészeten, és reggeltől estig rizst lapátolnak az arcukba. Mi ebben a meglepő? A kérdés az az, és ez... Hogy mi lesz, hogyha a kínaiak elmennek, és vissza kell operálni magukat? Hát akkor visszaoperálják, de akkor semmi. A dolog ebben abból a szempontból érdekes, hogy ez a garnitúra, és ez nem csak ebben, hogy tüntet, vagy valami, hanem egyszer már árulta a hazát, és
kiárult a szovjeteknek, és a többi. Akkor mi ne árulhatná Amerikának, vagy Németországnak, vagy bár, vagy Izraelnek, hát mindegy. A végülis az ő szempontjukból ez papírforma is akár. Hát semmi, más a gazdi. A te feladatod az, hogy ezeket leleplezd, ugyanis most egy pár nappal ezelőttig még a Kádár rendszer legnagyobb genyasága az volt, hogy a Carlos nevű terroristát innen engedték el Bécsbe, ahol szarra lőtték az Elán légitársaságnak az irodáját. Hát itt volt a búvóhelye, nem itt is volt csak neki állni, fegyvert kaptak, lőszert, nőket, minden, és ez volt. És azt gondoltam, hogy ez a csúcs, tehát ennél nincs. És akkor most megjelenik a vörös Darko című film, és kiderül, hogy hát ezek nem voltak annyira hülyék, állami céggel csináltatták a különböző kábítószer alapanyagokat, ezt egy svájci kamu cégen keresztül Dél-Amerikába küldték, ahol szorgas dél-amerikaiak csempészték át a mexikói, vagy mit tudom, milyen határon. Úgyhogy itt gyakorlatilag a legkéményebb eszközökkel üldözték a kábítószert, és közben hát azzal egyetértettem. Sutyiba. Az nem volna baj, hogy ilyeneket nem engedték az embereket, viszont az ország nagy része a rendszertől alkoholista lett, mert egyszerűen nem lehetett kitörni. És egy csomó ember. Hát egyébként ennek a beszélgetésnek, a hobóbalba beszélgetésnek... Hány embert nézte egyébként végig? Hát azért Radics Béla legismertebb, hogyha már erről az alkoholról beszélünk, és a mértéktelen alkoholizással. Hát a többségi volt. Ezzel sokkal megszenvedtek. Nyilván rockzenész kultúrához is valamennyire hozzátartozik. De hát itt nem csak arról volt szó, hanem maga... Nem egy felesről van szó, hanem... Itt a rendszer elől menekültek tulajdonképpen. A sárga földig. Az interjúban, amiről beszéltem, ez a földesféle interjúban, azt mondja, hogy az emberek, és beszél az emberekről, hogy milyenek az átlag emberek, és a többi. Csak most innen is üzenem neki, hogy kedves Laci, azokat az embereket az a rendszer tette tönkre, az a Kádár rendszer tette tönkre, amit neked tetszett, vagy amivel úgy tűnik, hogy jó, kibékültél. És hát persze különböző módon lavírozik, de ezek az emberek nem maguktól lettek olyanok, amilyenek, hanem mert a rendszer meggyötörte őket, és a Kádár rendszer létezése alatt, ezt elmondtam, persze rögtön megjelentek különböző beírások, a Kádár rendszer többet rontott a magyarság állagán, tudatán, mint az összes többi előtte lévő. Hát ebben egyébként egyetértek veled. Na, ennek örülök, hogy akkor van valaki, aki egyetért velem. De ez tényleg, hát pont ez a lapítás, hogy nem, most talán a mostani a gyerekek egy része megmeri majd kérdezni, te is, akkor az hogy volt? És akkor ez miért nem? És a többi. De hát ez egy hosszú folyamat. Mondok még egy idézetet. Föl fogod szerintem ismerni, kitől van. A honfoglalás nacionalista. A magamfajta hazátlan bitang, írja gúnyosan, néha elgondolkodik társadalmi és esztétikai problémákon. Ilyenkor rádöbben, hogy a jelenségeknek helyértékük van. A magyar himnusz szívszorító élmény, ha szilveszter éjjelén tudom, hogy a 10 milliós közönség énekli hallgatja múlton és jövőn elmerengve. De bosszantó húzavona egy labdarúgó meccs elején, amikor a képernyőn 22 srác toporog. Ki írta ezt így föl? Hát a szövegből a Puzsér írhatta. Nem? De jó találhatod. Erdős Péter ugye megnyilvánult a honfoglalással kapcsolatban, és tulajdonképpen leírta azt a fajta félelmüket, ami a Kádár diktatúrának kétségtelen félelme volt, hogy ugye addig tartották a himnusz jónak, amíg otthon az emberek énekelik szilveszterkor egymagukban, de amikor ugye egy futballmeccsen, egy rockkoncert. Az nagyon komoly. Az már nagyon veszélyes. Tehát tulajdonképpen Erdős Péter itt se, tehát azért ő egy nagyon-nagyon felkészült, ravasz ember volt, de hát általában hazudott a legtöbb szövegeiben. Én azért nagyjából már le tudom fordítani a szöveget, és ebbe sem úgy, tehát nem őszintén mondja el, hogy mit gondol, de benne van, hogy mit gondol. Hát ugye ettől féltek Kádárék 56 után, és főleg ugye a nézőknek mondom, mert szerintem te pontosan tudod, vagy biztos vagyok benne. Ugye ne legyen még egy 56, ezért féltek a fiatalok, ezért féltek a csoportoktól, a csapatoktól, ahol összegyűlhetnek az emberek, ahol beszélhetnek, ahol esetleg együtt elkezdhetik énekelni, ne adj Isten ugye lázadni.
Ennek egyébként voltak különböző leágazásai. Ma már tudjuk, hogy ezért nem támogatták nagyon a csapatsportokat minden látszat ellenére, mert hogy veszélyforrást jelentett a számukra, és szerintem a rockot is ezért üldözték egyébként, mert hogy veszélyforrásként tekintettek rá. Na de, ugye ezt írja, hogy bosszantó húzavona a himnusz. Ugye nem ezt halljuk egyébként azóta is egy csomó embertől, konkrétan már ugye lecserélnék a himnuszunkat, nem tudom, Fekete Pákó, Adida Didiére, vagy Jolly a király, igen, mindenféle dalocskákra, hogy ez is mintha átmentődött volna, hogy itt a himnuszt valahogy így a levinni, állandóan le akarják cserélni. A leszóról hadd mondjak valamit. Mondjuk. Direkt följebb vitték a szilveszterkor játszott változatban a hangnemet, hogy ne lehessen énekelni. Hát az csak opera énekesek tudják elénekelni azokat a magasságukat minden. Hát ez volt az óriási egyébként a templomi énekekben, hogy ezt bárki el tudta énekelni, mert olyan hangnemben voltak. Most tudom, hogy ettől mindenki ideges lesz, hogy hát a székely himnusz, amit most székely himnusz, az nem a székely himnusz, hanem ez egy operetnek a betétdala volt. Ez egy dal. Ja, egy dal. Csak sokat jelent. Hát oké, csak a székely himnusz... Meg mondjuk, hogyha a 70-es, 80-es, hogy meghaltak, hogy valaki énekel, akkor szerintem egyrészt megverték, most nem be is vitték. Nekem az a székely himnusz. De mindegy, jó, hát kinek mi. De a lényeg az, hogy ezeket reteltesen idegesítette az, hogy valaki kimondja, hogy magyar. Én elmondtam egy csomószor, mert mindig maceráltak, finoman fogalmazva. Én elmondtam, magyarul beszélek, magyarul gondolkodom, magyarul számolok, magyarul álmodom. Magyar vagyok. Mit kell ezen magyarázni? Hát nem tudom, de folytatom egyébként. Akkor megidézzük ide Erdős Péter szellemét. Ja, Istenem! A honfoglalás című rokkopusz a tartalmi felületességével összefüggésben és helyértékétől megerősítve esztétikai silánysága a nívótlanság teszi nacionalistává. Ezt írt, hogy Erdős Péter, alaposan egyébként megnézzük ezt a szöveget, ennek a mondatnak egyébként nincs értelme. Tehát ez egy értelmetlen mondat. Tehát bármikor írnak. De nincs értelme tulajdonképpen, tehát ez egy olyanfajta zűkös mondat, ami úgy tűnik, mintha mondat lenne, de valójában nem az. De hát hazudik is, ugye, tehát azt mondja, hogy azért lett nacionalista, mert nívótlan. Ennek ugye semmi értelme nincsen. Ugye az egyik az egy esztétikai megfogalmazás, a másik teljesen más. Erdős Péter akkor gyakorlatilag a Borsenővel élethalál ura volt a hanglemezgyárban. Hogy milyen volt velük leülni, tehát megbeszélni. Nektek le kellett ülni, megbeszélni ezt, hogy hogy legyen? Én a Borssal egyszer beszéltem életemben. Az Erdős Péterrel se sokszor, mert... Lehetett velük egyébként kultúráltan beszélni akkor? Nem. Az Erdős Péternek az volt a szavajárás, hogy a saját szavam akkor van vissza, amikor akarom. Most ezzel hogy lehet megállapodni? Hát ugye ő volt az, aki a... Még a Siriuszt is azt mondta, hogy azért ne jelentjen meg nevele, mert hogy nem erre kefélnek a magyarok. Tehát egy ilyen izével, és akkor ezt elintézte végül is ezt. Hát figyelj, az Erdős Péter azt kell tudni, nem tudom, hogy ez tudod-e, de annak idején tagja volt annak a Nagy Imre csoportnak, amelyik bemenekült a jugoszláv követségre. Pontosan, persze tudom. Hát ő előtte még propagandista újságírója így volt van, a Szabadságnak. Egyébként tehát... ebben a kérjedit könyvben is benne van. És a Rákosi diktatúrába kezdte, mint propagandista, Vásárhelyi Miklós, Gábor, ez ugyanaz a társaság volt, így van. És később a és aztán, Sztálin halála után ők ilyen nagy imrések és lettek. És aztán, amikor lekapcsolták a jugoszlávok, kirúgták a Nagy Imre csoportot, és a busszal eljöttek, ő már nem volt a buszon, mert ő egy személykocsi csomagtartójában már meglépett. Tehát ő már nem ment Snagovba, Romániába. Úgyhogy elég férják az űrge, de hát ilyen emberek voltak. Most gyakorlatilag, amikor az ÁVÓ-t megszüntették, akkor gyakorlatilag nem volt más, mint ezeket valahova el kellett helyezni, és ezek mind bementek az Interkoncert, az Országos Rendezőiroda, az ilyen-olyan-amolyan cégekhez, mert dolgozni nem kellett, a fizetés jó volt, csajozni lehetett, és a többi utazni. Akartak egyébként arról kérdezni, hogy az Országos Rendezőiroda, ugye végül is ők döntettek akkor minden koncerttől meg, hogy ki hova mehet. Hát nem egészen így volt. Miről döntöttek akkor? Egy mondatban hát összefoglalva. Ők adtak ki engedélyeket, hogy játszhass.
Hát akkor az országos rendezőiroda volt az, aki gyakorlatilag engedélyt adott valakinek, hogy koncertezhessen. Így van, vagy az OSK, az Országos Szórakoztatási Zenei Központ, de ez inkább a vendéglátó volt. És ugye ma már tudjuk, hogy, több egykori AVH-s, meg mindenféle állambiztonsági tiszt volt közöttük. Hát pisztolya mászkáltak. Hogy ezt lehetett tudni, hogy ennyire hát pisztolya mászkáltak? Persze. Hát volt ott egy-két érdekes történet, de szerintem nem fér bele ennek a beszélgetésnek a... És nektek ő nem volt ijesztő, vagy nem volt, vagy egyszerűen ez tényleg ahhoz a diktatúrához tartozott, ez akkor ezek a játékszabályok? Hát most figyelj ide, hát minden szocialista országban egyszer játszottunk, soha többet. Többször már nem akarták, hogy elmenjetek. És nagyon nagy sikerünk volt mindenhol, de hát nem akarták, hogy még egyszer menjünk. Nem beszélve arról, hogy én általában annyit megtanultam a büfés csajoktól, amit kellett, és elkezdődött a katowicei sportcsarnokban a koncert, ment a 2-4, tuf-tav, ment a 2-4, és közben én mondtam, «Nie znači nas jeszcze, ale mi wiemy o was dużo». Magyarul, ti nem ismertek minket, de mi mindent tudunk rólatok. És abban a pillanatban felugrott 3000 lengyel, és így, és kész, meg volt a koncert. Kezdés. Azért ti önazonosak maradtatok, meg te is egy önazonos ember maradtál, ami a művészvilágban azért ott se egyszerű, és már magában szerintem egy nagy dolog. De mit szóltál hozzá, amikor Nagy Feru, aki tényleg a konkrétan a Borsai nőjék, hát őt is üldözték, a Beáticsét konkrétan szétverték, és akkor a Nagy Ferót is hát úgy, hogy hát mondjuk finoman, hát hogy befogadta valamennyire a... Munkaviszonya volt a... igen, havi fizetés kapott. Hogy mit szóltál ahhoz képest azért, amikor a rendszerváltás után... Nekem nem kínálták fel. Nem azt, hanem, hogy a Borsjenővel adatta ki a... Ugye, mert a nézők ezt se tudják, hogy a Borsjenő hangnemezgyár diktatórikus ura volt. Ugye nálunk hogy történt a rendszerváltás, úgyhogy a rendszerváltás után létrehoztak egy lemezszéget, és tulajdonképpen annak a Bors lett a vezetője, és hát a egyik első albumát a... pont a Nagy Feru jelentett ott meg, amit már akkor ugye megkérdezték, mert ez mindenkinek furcsa volt, és ő azt mondta, hogy ez üzlet és üzlet, Borsai egyébként ugyanezt mondta, ez üzlet. Hát egyébként az. De érdekes, hogy korábban nem számított az üzlet, amikor mondjuk... Figyelj, de nekem nem tudom, hogy ez mennyire jellemző. Gyakorlatilag jó néhány magyar zenész lett valamilyen külföldi kiadónak a magyarországi képviseletének a főnöke. A neotonos gitáros gyerek, vagy a Szigeti Feri, és a többi. Volt, vagy 5 vagy 6 ilyen, most Universal, Warner Bros., én nem tudom, mindegy, már emlékszem rá. Szerinted volt egyetlen egy közöttük is, aki P-Mobilnak felajánlott volna valami szerződést? A válasz nem. De miért, hogy ti még akkor is ilyen fekete bárányok alattatok utána? Én nem tudom, én csak föltettem a kérdést, mert nem, egyetlen egy se. És úgy, hogy akkor a garantál lett volna a siker, hiszen egy olyan komoly táborotok volt. Hát a Kóbor János, a Meki fölvállalt az egészet, és vele adtuk ki az anyagokat később, tehát már akkor külön kiadója volt neki, és a többi. Tehát ezek az okos tojások, ezek nem tartották elég jónak, vagy nem tartották elég jó üzletnek a P-mobilt, amikor nagyon komoly példányszámokat adtunk el. Ugye abban a diktatúrában volt ez a jellegzetes műfaj, polbeat zenélés, amikor ilyen politikai dalokat énekeltek, daloltak gitárral általában, meg zenekarral néha az emberek. Szintén egyébként kevéssé közismert, hogy Vámos Miklós író, ugye a Gerilla együttesnek volt a így van. Énekese. A Harasztival, azt a Haraszti volt a későbbi SZDSZ-es képviselő, volt a szövegírójuk, egyébként ő is ilyen maoista szélső baloldali vonalon indult. És érdekes egyébként, hogy a Vámos Miklós később nevet változtatott, tehát még az együttesben egy más keresztnévvel volt. Vélelmezem azért, hogy ennek azért utólag azért ő is már elég égőnek találta ezeket a szélső baloldali, hát tényleg vállalhatatlan dalokat. Van olyan daluk, ahol az emigrációt járatják le, és mindenkit lenyilasoznak gyakorlatilag, tehát én egészen gusztustalan dal. De hogy voltak más polbeat énekesek, még volt a Dínyés József, akiről szegényről ugye kiderült most pont nemrégen, hogy ő is ügynök volt. Egyébként egy nagyon jó, tehát hogy belegondolunk abba, ez a polbeat énekes, hogy járja az országot, ugye, hát a legjobb megfigyelő állás. A lantos. Olyan, mint a lemezlovas, hogy gyakorlatilag mindenkire hát rá. Én jobban voltam egyébként.
És nem a Dinnyésről akartak kérdezni, hanem ugye a Boros Lajos is ilyen polbit dalnokként kezdte, de később a hanglemezgyárhoz került. Igen, hát nem véletlen. Nektek volt vele ilyen kapcsolatotok, vagy konfliktusotok, vagy egyáltalán ismerted akkor? Hát mit szólták, amikor később feltűnt 90 után, mint egy ilyen ismert rádiós, és osztotta az észt? Hát nézd, amikor ezek a rádiók indultak, akkor a Boros Lajos felhívott engem, hogy vegyek egy ilyen meghallgatáson részt, vagy ilyen próbafelvételen, mert ő nagyon szívesen elképzelt volna engem egy ilyen élő rádió műsorban, mert élő adásban nagyon jó vagyok. Sok sípolással. Nem, hát az ember tudja, hogy mikor, hol, mit, és a többi. De mindegy, szóval a lényeg az, de hát mondom se kell, hogy szóba se kerülhetett végül, és nem akkor azért csinálta meg a, hogy hívják, aki még mindig csinálja. Hát nyilván akkor teljesen más irányba ment. Persze, nem. Hát ez egy érdekes kísérlet volt, úgyhogy de nem. Figyelj, de én gyakorlatilag mindenkit ismerek a szakmában, vagy így, vagy úgy. És nagyon... Tartanak tőled egyébként azért, mert azért nagyon jó a memóriád. Sok mindenre emlékszel. Hát, nem hiszem, hogy tartanának tőlem, de egyébként én, a közönséget meg erre jobban érdeklik ezek a dolgok. Tehát ugye nagyon sokan azt mondják, azt terjesztik, hogy a közönséget, a társadalmat nem érdekli a múlt. Ez egy óriási hazugság, érdekli a múlt. Egy részét része, nem érdekli. Egy része, de egy részét viszont része igen. Meg hülyeségeket írunk. Egy részét viszont igenis érdekli. Tehát. Annyi olyan hülyeséget írnak, hogy én a leginkább, amit válaszolni szoktam, az az, hogy írás helyett inkább olvas. De hát ezzel már gondjaik vannak. Ugye több lemezlovasról kiderült, hogy ügynök volt. Bár egyébként ugye még az a legérdekesebben, hogy szinte mindig tagadta. Most itt lehet mindenféle pereskedés. Akiről írták, hogy ügynök volt, az, hogy az volt-e vagy nem, sem, azt bizonyítsa be a bíróságon az, aki akarja. Ugye az ismertek közül a Cintula, az Arató, ki volt talán, meg a Bétót. Ugye mind a hárman ezt szerintem azt hiszem azóta is vitatják, tagadják. A lényeg az, hogy a lemezlovas azért tényleg ez a korai DJ-k, az ez egy olyan állás, ami gyakorlatilag álmbiztonsági meg szempontból egy csemege. Tehát tényleg mindenre rálátnak. Sejtettétek egyébként azt most név nélkül, hogy a lemezlovasok azok valószínűleg azok, hogy vigyázni kell? Hát ez mindenhol ott voltak. Tehát nekik nem az volt a dolog, hogy számokat játszanak, hanem hogy hallgassák, hogy élő magnók voltak, úgyhogy de volt olyan zenekar, ahol nem is egy, hanem kettő volt, és egymásról jelentgettek, hogy hát nem tudom, hogy a sétlen nem jut eszembe a neve, aki egy ilyen vastag könyvet írt a Szőnyeinek a titkosszolgálatokról, a titkosszolgák, ami volt a címe. Hát ott aztán minden kiderült, hogy hogyan működött. Azért van egy ilyen nehéz téma, hát nem tudom, most már igazából úgy nehéz téma, ugye, hogy a Bencsik Samu egy fantasztikus gitáros volt. Így van. Vele mi történt? Mert azért az ő halála, hát egyrészt borzasztóan szomorú az egész történet, hogy egy ausztriai menekültáborban önmagában meghalni. Azt azért egy borzasztó szomorú történet, úgy, hogy közben egy zseniális gitárosról beszélünk. Vele mi történt? Miért ment el? Mit lehet tudni az ő történetéről? Hát ott voltál közel. Hát, hogyha visszavezetettem, akkor gyakorlatilag az erdőség vitték be az erdőbe, illetve az egyik embere. Ugye azt ígérték nekik, hogy akkor megjelenik a lemez, ha ott hagyják a P-mobilt. Ez a Cserháti István és a Bencsik Sándor szóló gitáros. Ez a szokásos játszma, ugye a fiatalabbaknak mondom, hogy meg is ha ide beadod, berakod ezt, akkor megjelent, ha innen kiveszed, akkor te megjelenhetsz. Na most megjelent a lemezük, és fél évre rá megjelent a miénk is. Hát fejüket verték a falba, mindegy, ez már külön dolog. Csináltak jó dolgokat is, és aztán szépen lassan fölfalták egymást. Tehát a Vikidár Gyula, megvan a levelezése, amit egy felvidéki gyerekkel folytatott, hogy a Vikidár Gyula milyen károkat okozott, mindegy, valamikor, hogyha kell, akkor tudok belőle kópiát. És egy lefelé menő spirálba került, és az volt a lényeg, hogy elhagyja az országot, és elmegy a kislányával, meg annak az anyjával. Az apjuk az egy boxoló volt, aki állandóan fenyegette meg minden. Kiment, gyakorlatilag Cserháti Pityivel is összebaliztak, de gyakorlatilag rájött arra, hogy nem volt az rossz, hogy volt egy Csusztán Lórend a P-mobilban, mert én rendet tartottam, és következetes voltam.
De mindegy, a lényeg az az, hogy ott többször egyszer a sinek között szedték össze, egyszer meg pirulákat szedett be, de most ennél nem volt már semmi ellenszer, mert fölment a nem tudom hányadik emeletre a lágerban, és kiugrott is szörnyet. Hát nem halt meg egyszerre, de a kórházban. Azért egyébként hoztam fel ezt a témát, mert egyrészt egy legendás gitáros volt, és bele is illik azokban a rock legendákban, akik nagyon hamar halnak, vagy túl korán halnak meg. Mert ez az ő halálát is azért, hát ilyen konteók, meg mindenféle elméleteket olvastam én arról, hogy ugye itt az állambiztonság. Nem, hát figyelj, de ő... Ezeket nem tartott el se akkor hitelesen. Hát ezek mindenmit fantáziának, de a Samu nagyon labilis volt. És elvitték katonának, nagy nehezen éveken keresztül tartotta az 50 kiló alatti súlyt, és akkor nem vitték be, aztán átépett, és akkor elvitték. Nem volt egyszerű kihozni a seregből, de mindegy, szóval a lényeg az, már bent árulta a gitárját, már feltételekhez kötötte, hogy visszajön a P-mobilba, tehát valóban... Vele is így máshogy bántak a katonasságnál? Azért az jellemző volt, ugye a Kádár diktatúrában szerették megtörni a lázadókat a katonasságnál. Hát persze, hát... Főleg, akiről tudták. Ráadásul ilyen befelé forduló srác volt, tehát hogy de... Na mindegy, és a lényeg, azt nem mondtam végül is el az előbb, hogy azért mentek ki, mert azt remélték, hogy valamilyen normális országba beutazhatnak. És hát a sors fintora, hogy a halála után egy pár héttel, vagy pár hónappal megkapták a beutazási engedélyt az Egyesült Államokba. Ugye másoknál is volt azért, tehát nem tudom, ez a gitárosok, nekünk is vannak ilyen gitáros, tragikusan elveszített gitárkirályok, ugye Barta Tamást lelőtték, meggyilkolták gyakorlatilag Amerikában, ma már ezt így ki lehet öngyilkos mondani. Öngyilkos lett két lövéssel. Két lövéssel, egyet a fejébe, egyet a szívébe szegény, igen, egymás után. Ugye, hát és Radics Béla meg azért ő is egy nagyon nagy tragédia az hát halálra itta magát a Béla. Halálra itta magát gyakorlatilag. Mi játszottunk előtte, ő játszott előttünk. Én láttam, hogy hogyan működik a dolog. Tehát a Bélának volt egy slepje, akikkel egyérintőzött. Tehát ha bejöttek a városba, akkor úgy mentek haza a 13. Angyalföldre, úgy mentek ki, hogy egyérintőztek. Tehát minden útbelső kocsmánál megálltak, ittak valamit, és nem lehetett ugyanazt inni. Na most hát egy idő után... Itt felesekről beszélünk? Persze, persze. Na most egy idő után, amikor már nagyon lefele ment, akkor már egy hülyeségből az volt a doma, hogy egy sállal issza a korsósört. Korsósör, a sál egyik vége a kezében, és a másik végével így húzta fel a szájához. Minden remegett a keze. De a Béla egyébként egy rendes srác volt, és az ő történetében ugye ráadásul még az a külön tragikus, hogy egyrészt lehet látni, hogy az a diktatúra rezsim, hogy tette tönkre a karrier. Tehát folyamatosan akadályozták, nem jelenhetett meg nagy lemeze a Taurusnak, ugye? Így van. És pedig minden... ugye ő, tehát ugye ennek a rendszernek a legnagyobb hazugsága az volt, hogy proletár diktatúra, támogatjuk a munkásokat, meg munkáshatalom, na ő egy proletár családból származott, ugye? Persze. Egy munkás családból. De hát ez... neki kellett volna lenni a rendszernek a csillagának, ugye? Figyelj, de hogyha nem zöld csillag, ha utána nézel, hogy a magyar piros csillag, pop és rockzene élvonalában a szülőket megnézett, hogy kik voltak a szülők, akkor elég érdekes. Kevés munkás származású volt közöttük. Szinte semmi. És azért Radics Béláról is elmondható, hogy hát ő is tönketette magát, de hát közben a rendszer is tönketette. Tehát így együtt haladt tulajdonképpen. Nézze. Azt, hogy ilyenkor ki a nagyobb felelős, meg utólag most teljesen mindegy igaz, hogy ki a felelős, de hogy ez egy közös történet volt. Nézd, figyelj, de nem lehetett vele már mit csinálni. Jöttem ki a Vörösmarty téren a székházban, megkaptam az első próbanyomatot, a P-mobil első lemezét. És jött a Béla a slepjével, akik elkezdték neki magyarázni, hogy én ki vagyok. És a Béla mondta, tudom ki ez a Schuster. És akkor én azt mondtam a Bélának, mondom, Béla, ha nem veszed sértésnek, hogy valami, akkor én ezt most kaptam ezt a nagy lemezt, ez az első, amit a kezembe fogok, és szeretném ezt neked adni. És neki adtam. Pedig 10 éven betelt, mire kézbe vehettem. Hát ő azért tényleg egy nagy legenda volt köztetek is, és egy nagy elődnek is tekinthető. A közönség imádta, óriási tartása volt még, amikor már a vége fele járt, akkor is fölment, befogott egy quintet, beütött a Gibson Standard SG-n, és mindenki,
mert olyan megjelenése, ott olyan tartása volt, hogyha ott lett volna... Tulajdonképpen azokra a pillanatokra még össze tudta szedni magát, vagy ugye, amikor koncertezett. Hát, vagy a vége felé, jó, láttam már sajnos azt a nagyon szomorú felvétel, hogy a felemeneten... Hát ott már semmi, hát akkor is piás volt, meg minden a koltaiék vettek fel egy rövid részletet vele. De a lényeg az az, hogy nagyon sajnáltam, mert persze fura dolgok voltak, hogy egyébként az emberekre mennyire jellemző. Ugye a fogával gitározott, szájjal gitározott, ez volt a duma. Most aki ismeri a hangszereket, ezek az elektromos gitárok akkor is szólnak, ha csak ráérintesz a húrra. Tehát nem kellett harabdálni. Most a Béla harabdált a csócsáta, és a többi, de nem ez volt a lényeg. Használta a hápogót is, ezt a bizonyos vava pedált, ami a sima hanggal csinál egy kurfitet. Ilyen izéket. Hát, amit Jimmy Hendrix hozott, de talán először, hogy igazán elég. Vagy a Cream is, igen. És kérlek szépen, mellettem állt egy gyerek, és ott a Béla nyomta a hápogót, és azt mondja, hogy a gyerek mellette állnak, azt mondja, vazze, a lábával gitározik. A Béla még a lábával is tud gitározni. Tehát ebben az a lényeg, hogy nem mondja szájával, meg kezével, még a lábával is. Lehet mondani egyébként, hogy ettől is megijedtek? Hát gyakorlatilag nagyon sok mindentől megijedtek, ami sikeres hát, volt, és kontrolláltatlan. Hát ment a koncerteken a Bélát a pártba, meg mit tudom én, a Taurusnál, meg mit tudom én. Szóval amikor 10 000 omegás üvölt, hogy aratjuk a gabonát, szeretjük az omegát, hogy egyáltalán egy tömeg van. Szóval azért akkor az, hát persze, hogy ijesztő. És ez országosan, tehát nem csak Pécsen voltak sokan azon megáll, hanem Debrecenben is. Úgyhogy ez is történt igazából, hogy vidéken is különösen odafigyeltek, hát rátok is, nem? Hát volt olyan, hogy a megye határon, mint az amerikai filmben, két kocsi így, hova? Mondom, megyünk ide a szomszéd faluba játszani. Szóval ide nem. Az megyétől is függött, nem? Hogy hol mennyire volt még ilyen sztálinistább a rendszer? Hát, volt ugye a Polpot megye, meg voltak ilyen híret megyék. Ki volt az utolsó pártitkára, aki Borsodba elhelyeztek, a Grósz Károly. Az például kijelentette, hogy aki rockzenét akar hallgatni, az menjen át másik megyébe. És másfél évig nem volt rockzene a megyében. Szóval gyakorlatilag... A rendszer, amit üzemeltettek, az katasztrofális volt. Hazugságra épült. Most is, amikor így kérdezgetik, hogy mi volt, hogyan volt, hát a legnagyobb gáz az volt benne, hogy volt valamilyen kép, amit próbáltak sugározni, egyáltalán nem az volt. Egy volt történet, Bencsik Sándor, beültünk a szlovák sörözőbe, nagyon olyan sörök voltak, meg ilyen falatkák, mindegy. Az még talán most is megvan. Lehet, hogy megvan. És pár éve még megvolt. Igen, és a lényeg az, hogy ott volt egy... ott beszélgettünk, beültek a mellettünk lévő boxba, akkor még box volt, beült mellénk a vállalati négyszög. Az igazgató, a pártitkár, a kisztitkár és a szakszervezet is. Rendeltek egy pálinkát, egy sört, Kovács elvtárs, Szabó elvtárs, Kis elvtárs, Nagy elvtárs, klügy. És minden beszélgettek, és egyszer csak úgy figyeltünk jobban a Bencsikkel, és akkor a negyedik vagy ötödik után, Józsikám, mikor viszik a lányodat bérmákozni? Meg az én Istenem áldjon meg, Józsikám. Ennyi. Ezzel indult elvtárstól a bérmálásig. Ez ahogy belugtak végül, és akkor lehullott róluk ez a külső váz. Akkor leolvadt róluk minden, mint a csoki nyúl. Az gyakorlatilag elolvadt minden. Hogy hívod egyébként a 90-ben történt rendszerváltásnak, rendszerváltoztatásnak, rendszerváltozásnak, modellváltásnak, gengszterváltásnak? Azért van sok neve. Hát, hogyha igaz a hír, hát ezt nem tudom, hogy az első szabadon választott, már eleve idézőjelbe teszem, parlamentnek a kétharmada ügynök volt, akkor azért elég... Hát azért az túlzás, de hogy sokan voltak. Na de mégis mennyien? Hát azt egyébként nem tudjuk. Fele... Az a baj, nem tudjuk egyébként. Hát sorra derül ki, hát... Meg úgy, hogy esztétisztek, mert itt is az ügynök, még az is egy dolog, de hát ott esztétisztek is üldögéltek közöttük. Na de és nem, mégis hogyan, hogyha megkérdezné egy fiatal, hogy mi történt, akkor minek hívnál? A rendszerváltás volt ez? Hát ez egy hosszú folyamat, aminek
remélem rendszerváltás lesz a vége. Valamikor. De az, hogy erről most, amiről most ma is beszélgettünk, ez azt jelenti, hogy még nem ért véget. Tehát még tart a dolog. Neked egyébként csalódást jelentett, vagy gondolkodtatok a 80-as évek végén, hogy mi lesz itt az új világ Magyarországon? Nagyobb reményeitek hát voltak? Nem, vagy? Hát nem, abszolút. Abszolút nagy reményeink voltak. Hát én gyakorlatilag azért lettem népes képviselő, mert azt hittem, és ez lényeges a karrierem szempontjából, én azt hittem, hogy lehet tisztességes nemzeti radikális politizást folytatni pártvonalon is. És a Csurkáról és a környezetéről kiderült, hogy nem. És akkor el is jöttem. Kiderült tehát, egyébként külön róla. Most hát, nyilván nem tudja magát megvédeni. Hát mondok egy esetet, ami a nagy botrány volt az akkor, ugye, hogy a kereskedelmi tévéknek felhalmozódott egy komolyabb mennyiségű, 3 milliárd forint körüli sara, áfa, vagy mit, valami, nem tudom micsoda. És általában az országgyűlésben, és hát mi nagyon ellene voltunk, hogy ezt elengedjék, de hát benne volt, én emlékszem, hogy a Cvak is mindent megkapott, amit lehetett, szóval gyakorlatilag mai napig iszomónik volt, tehát nem erről van szó, csak azért ő megkapta a régi cégét, meg a pénzeket, a többi meg nem kapta meg. Az én szüleim meg nem kaptak vissza semmit. Na mindegy. És, hát ez a felemás kárpótlásnak hát a semmi, hát ez történet. Csak és láttam az ügyvédeket, akik ott lobbiztak, és egyáltalán szóval ott komoly csatározások folytak. És láttam magam a Díszmagyarban, amikor a budapestér díjakat, meg a mi van még ilyen budapesti kitüntetés? Na mindegy, nem tudom. A budapestér díjat átadták, és Földes László fehér smokingban, csokornyakendővel látott, én meg Díszmagyarban. Akkor kellett volna egy képet csinálni. Mert ez egy jó kontrasztos kép lett volna, de hát így a fejemben megmaradt ez a kép. Szép. Na de Csurka István és a kereskedelmi tévék, azt mondtad, hogy volt neked egy nagy csalódás. És azt mondta, hogy akkor az Alkotmánybírósághoz megy és beadja, és mit tudom én, akármi, és utána akkor már a Rozgonyi Ernő, ez a név mond neked, amit később jobbikos lett, meg mit tudom én, szóval gyakorlatilag ott a mélyében volt, ott jött mellettem általában, és azt mondta, hogy na jó, egy fél év után vagy olyan bement, és utána néz, hogy mi történt. És kiderült, hogy a Csurka nem adta be. Ennyi. A többieket, ahogy beszélték, egy jelentős összeg állt rendelkezésre, hogy ezt a problémát feloldják. Na jó, erősen kezdtük, erősen lezártuk. Én köszönöm szépen, hogy eljöttél. Hát, szívesen csináljuk sorozatot. Köszi szépen. Én is köszönöm. Nektek meg tudom ajánlani, hogy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett a műsor, és kövessétek a jövőben is a Hamis Gulyást, ahol továbbra is a Kádár rendszert és a rendszerváltást igyekszünk igazabban bemutatni.